Szevasztok! Ebben a feladatban kockát fogunk dobálni virtuálisan. Megnézzük, hogy a listák hogyan és milyen módon lehet ügyesen és élelmesen felhasználni. Másrészt pedig a véletlen számgenerátort is megfigyeljük, hogy hogyan működik. Az a nagy helyzet, hogy tehát van egy dobókocka pály állományunk, és ahhoz, hogy dobni tudjunk, ahhoz kell nekünk mindenféleképpen importálnunk egy modult, amelyiknek az a neve, hogy random. Ő fogja nekünk a véletlen szám generátort elindítani, illetve véletlen számot generálni 1-től 6-ig. No, itt azt látjátok, hogy a dobások listát létre kéne hozni, mármint az, hogy dobálni kéne egyszer, és utána pedig kiértékelni. A pseudokód vagy módszerű leírás az mindig arra jó, hogy egyáltalán a struktúrát végig. Na most én egy nagyon egyszerű ötletet fogok mondani. Ugye a listákban az a jó, hogy a lista egyes elemeire egy sorszám mutat. Na most miért ne lehetne ez maga a dobott számnak a neve, méghoz egy kicsit eltolva, mert ugye a listánk az mindig nullától kezdődik. Tehát a listát, a dobások listát úgy fogom létrehozni, hogy nem üres listaként, hanem azt mondom, hogy már eleve inicializálom nullával a 6 különböző értéket. A nullás helyre fogom rakni az egyes dobásokat, az egyesre a ketteseket, az ötös helyre a hatos dobásokat fogom rakni. Méghozzá úgy, hogy innentől fogva gond nélkül tudok egy for ciklus létrehozni, amelyik azt mondja, hogy i in range nullától mennyi az érték? Azt mondtam, hogy 10 millió. Ez azt mondja, hogy 3, 6, ez megvan a 10 millió. Tehát 10 milliószor fogok dobni, és minden egyes dobásom az nem lesz más, mint egy 1-től 6-ig generált véletlen szám, tehát random, utility-t veszem igénybe, és ugye itt van, látjátok a pont írása után, egy kicsit várunk, akkor egy csomó mindent lehet rá, csomó minden metódusát ennek, vagy függvényét ennek a utility-nek elindítani, tehát a random intet fogom használni, és megmondom neki, hogy egy vagy hat között egész számot generáljon nekem. Ezek után a dobást egyszerűen azt mondom, hogy a dobások tömb dobás nevezetű elemébe megnövelem az értéket egyel. Tehát mindjárt rajzolok. Bocsi, csak előszedtem gyorsan, hogy tudjak egy kicsit rajzolni. Tehát itt van a tömböm, aminek az a neve, hogy dobások, és van neki 6 fakja. A 6 fakja 0, 1, 2, 3, 4, 5-ös sorszámú indexű elem, és alapértelmezetten mindegyikben 0 van. Ez volt az első, az inicializálás és a deklarálása a dobások tömbnek. Amikor én fogok egy dobást, tehát a dobás változóban dobok egyet véletlenszerűen, akkor a dobás mondjuk legyen 3. Akkor fogom a 3-as indexű elemet, és egyszerűen a nullát lecserélem egyesre, hiszen hozzáadok a nullához egyet, majd megint dobok egyet, hiszen a ciklus 10 milliószor fog lefutni. Ha dobtam egyet, és mondtam, dobtam a mondjuk a
kettest, akkor a kettes indexű elemben lecserélem megint egyes. Most megint a véletlen szám generátor 3-as dob a következő sorban, akkor fogom a 3-as indexű elem egyeséhez hozzáadok még egyet kettes. Tehát így gyakorlatilag az, hogy miből mennyit dobtam, az itt fog ebben a listában az elem tartalmaként megjelenni, és maga az, hogy hanyas dobtam, az pedig nem lesz más, mint az index. Na nézzük meg, hogy akkor ez hogy működik. Ha vissza kéne kaptam az egeret, nagyon jó. És ezt a... Tehát Enter, kimegyünk az elejére, és már csak a pseudokód szerinti állapotban 1-től 6-ig ki kéne írni a dobott számokat, tehát print, ne, buta vagyok, nem print, hanem for, i in range, természetesen nullától 6-ig, mert ugye így lesz a nullás, egyes, kettes, hármas, négyes és ötös sorszámú elem dobva, így lesz 6, és azt mondja, hogy print, és idéz, nem kell idézőjel, csak annyi, hogy százalék, ja, de kell idézőjel, százalék D, kettős pont, százalék D, tehát ez lesz az egyik D lesz a idézőjel bezárva, százalék D, egyik D lesz az, hogy hanyast dobok, az nem más, mint az I plusz 1, hiszen a nullás helyen lesz az egyesek száma, a másik pedig az, hogy mennyit dobtam, tehát a dobások lista éppen aktuális i-edik elemének tartalma. Innentől fogva, ha ezt elmentem és futtatom, akkor kapok egy gyönyörű hibaüzenetet, mert hogy a dobás range-em, jaj, oké, én vagyok a buta, mert nullától ötig kell csak sorsolni a számokat, mert a hatos dobtam, és abban a pillanatban kimutattam az index túloldalán. Ilyet mondtam már nektek, hogy gyakorlatilag, ha annyi forintom lenne, mint amennyiszer én index out of range-et kaptam hibaüzenetként, akkor már jó lennék, ha vajon. Tehát megint indítom, és most fut. Na most, amíg ő fut, addig ki kellett volna próbálnom egy kevesebb számmal, hogy jól működik-e, ugyanis ez legalább egy 30-35 másodperc, amíg ez így lefut. Hogyan fogom tudni ezt kipróbálni, hogy hány másodperc? Gondoljátok bele, importálok egy másik modult, méghozzá a time modult, és a time modulnak van egy ilyen közben megérkezett az eredmény, lehetőségem, hogy az órát, egy órát el tudok indítani, illetve egy adott órának az éppen aktuális idejét el tudom tenni egy változóba, és hogyha egy másik változóba, stop változóba elteszem az adott óra másik idejét a végén, akkor ki tudom írni printtel, hogy mennyi idő is telt el a megállás és az indulás között. Na látjátok, hogy nagyjából ugyanannyi sorsolt egyest, kettest, hármas, négyest, hatost és a többiek, tehát ez a véletlen számgenerátor egészen jól működött, és így készen vagyok az egész alkalmazásnak a futtatásával, és ez egy listás megoldás. Azért mondom, mert már kaptam tőletek nem listás megoldást, méghozzá a Barnabás azt mondta, hogy ő vesz
hat változót, és abban és egy if függvénnyel nekiáll és szétválogatja, hogy hanyas dobtam, akkor annak a változónak az értékét növelem meg. Ez is egy teljesen jó megoldás, ugye lista nélkül így működik. Na most, nézzük már meg, hogy ne legyen ilyen hosszú a videó kedvéért, egy 1 milliós érték mellett, hogy mennyi a Barnabás futási ideje. A Barnabás azt mondja, hogy 3,1 másodperc alatt sorsolt 1 millió számot. Jó, és akkor most nézzük meg a másikat, amit én írtam. Azt is levesszük 1 millióra. Ctrl-S, és futtassuk. Tehát valamivel vagyok csak gyorsabb. Azonban egy apró pici módosítással, ha én nem vezetek be egy újabb változót, hanem közvetlenül a generált értéket teszem bele az index helyére, és így indítom el a programomat, akkor még a végén lassabb lettem, mint amennyit az előbb. Ez nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag a futási idő ezzel nemhogy nőtt, hanem csökkent. 3,4, úristen, egyre rosszabb futási időket generálok. Érdekes egyébként, hogy különböző hosszúságú időkig, most meg megint 3,05, tehát most meg éppen csökkent a futási idő. Tehát az azt jelenti ezek szerint, hogy a Barnabás kódja az gyakorlatilag ugyanolyan gyorsan fut le ezzel a változók használatával, mint amilyen gyorsan az én kódom lefut. Az én kódom azonban egyszerűbb, és amíg a Barnabás 6 esetben ezt könnyedén meg tudja csinálni, 30-40 esetben már nem valószínű. Tehát gyakorlatilag igyekezzetek listákat használni ott, ahol van rá lehetőség a változók felsorolása helyett. További jó munkát!